Na? Meghívsz a klubba vacsizni? Ez a nagy terved? Várj csak! Ez az, amire gondolok? Boldog szülinap! Köszönöm szépen! Korály, ez... Gyönyörű! Szia, Lara! Az ajándékom! Ez igen, lenyűgöző. Aki ilyet ad, az nagyon szeretett. Korály jó barátom. Sőt, a legjobb. Közelebb áll hozzám, mint a barátnőim. Hát jó. Akkor szerencséd van a barátaiddal. Szia! Szia! Nem hitte el. Biztos szeretőknek néz minket. Hát, egy ilyen különleges ajándék. Megtévesztő lehet. Ha nem pont tőled kaptam volna, még én is félreérteném. De nem mástól kaptad, hanem tőlem. A legjobb barátnőttől. Mi a baj? Duzzogsz? Nem duzzogok, csak nemet változtattam. Korály, ez csodálatos. És hányan voltak, apa? És visszaütöttél nekik? Te meg miről beszélsz, Ömer? Mondd, hol tanultál te ilyeneket? Igen, köszönöm. Igen. Hála a jó égnek, úgy van. Igen. Persze, a varatok még bent vannak, és nyilván fáj neki. De pár nap is jobban lesz. Aztán átjöhettek. És rendben, átadom, hogyne, megmondom. Igen, persze, át. Köszönjük, kedves vagy, majd még megbeszéljük. Ömer, menj Gülfidán nénihez, lokmát csinált, menj át Muradhoz, fuss, igyekezz! De amikor visszajövök, mesél róla, apa, léci. Jól van, menj csak. Riza, jobbulást kívánnak. Sajnálják, ami történt. Át akartak jönni, de nemet mondtam. Majd később meglátogatnak. Tessék. Köszönöm. Menj és pihenj le egy kicsit. Nagyon sápadt az arcod. Nem, jól vagyok, nincs semmi bajom. Várom, hogy kész legyen a tárhana. Ez ki? Vejszel úr. Jó napot kívánok. Isten hozta, jöjjön. Úgy. Isten hozott, Vejszel. Dehogy az Isten hozott, Riza. Fogalmam sincs, mit mondhatnék az egészre, de szerencsére jól nézel ki. Köszönöm, jól vagyok. Vettem fel egy kis hitelt, GPS-re a taxiba. Rettenetes dolog ez. Mondd, Riza, tudom, hogy nem illendő, de megkérdem. Riza, mégis mennyi pénzt vesztettem én ezen? Mennyit loptak tőled a csirkefogók? Előtte a reptérre mentem ki, meg onnan vissza. Nem tudom pontosan az összeget. 150 lira körül volt. Nem a pénz a lényeg. Az egészséged sokkal fontosabb. Tapasztalatlan vagy még, Riza. Mármint úgy értem, sosem szabad megállni senki olyannak, akinek gyanús a képe. Legyél óvatos, mielőtt bárkit hagysz beszállni. Persze jobb, ha csak pénzt veszítünk, és nem az életet. Az élet fontosabb. Próbáltam ellenállni, és nem odaadni a pénzt. Ugyan kérlek, az életet fontosabb. Ez már a múlté, felejtsük el. Rendben. Na, nekem mennem kell.
ki kell cserélni a taxi üléshúzatát. Ki kell alkudnom valami jó árat. Miért kell kicseréltetni? Talán foltos? Igen. Rizának szerencséje volt. Amikor megláttam az ülést, nagyon megrémültem. A vér nehezeljön ki, igaz? Jobbulást kívánok, Riza. Zera, ha bármire szüksége nincsen. Lenne... Nincsen, kösz. Nézzenek oda, be nem áll a szája. De azért mégiscsak büszke asszony. Tessék, mi újság? Hol vagy, Emir? Itthon. Egyedül. Nem láttalak a klubban, azt hittem Feriával vagy. Nem jött össze, nem vele vagyok. Ugyan már, ember, szombat este van. Gyere már ide, kapcsolódj ki. Nincs kedvem hozzá. De te érezd jól magad. Meg lesz, kösz szépen. Szia. Hogy nemet mondjak neki? Soha. Miért megyünk el ilyen hamar? Mert ha itthon vagyunk, mindig unatkozol. Úgyhogy inkább kimozdulunk. Vacsorázzunk valahol egyet. Előtte akár meg is nézhetünk valami filmet. He? Szuper ötlet, a sok DVD után jól esne egy mozi. Ugye? Legfrissebb hírek. Melyik celebet látták legutóbb a Hills nevű hírhet nightclubban? Friss hírek. Hamarosan. Na még ilyet. Nézzétek azt a sok nőcskét. Isten irgalmazzon nekik. Úgy van, irgalmazzon nekik. Kapcsold már ki, könyörgök. Ne nézzük ezt a szutykot! Apa, tehetek érted még valamit? Nem, menj csak lefeküdni. Szép álmokat, kislányom. Mehmet, hol kódorog? Nagyon késő van már. Isten hozta. Isten hozta. Ünál úr! Ünál úr! Beszélnem kell Ünál úrral. Nem lehet. Miért? Barátom, ilyen ruhában nem lehet. Tehát a ruhát nézed, és nem a férfit. Talán férfi vagy. Mit akarsz ezzel? Menjen innen, ne rendezz jelenetet.
Az a dolgod, hogy sérteges másokat. Munkaügyben akarsz beszélni vele? Akkor Aiden urat keresd. Ő intézi az ilyet. Nem, barátom, nem erről van szó, oké? Ünál úrhoz jöttem, hát nem érted? Csak 2 perc az egész, hívjátok le! Ne rendezz jelenetet, rendben? Nem fogom bántani! Miért nem tud lejönni ide? Gyere, beszéljük meg nyugodt hangnemben, menjünk kicsit odébb. Nézd, értem, hogy a munkádat végzett. Kedves tőled, na, én nem akarok menjünk. Jelenetet rendezni. Itt hagyom az igazolványomat, értem csak hadd... Gyerünk, menjünk! Gyere, hagyjá! Gyere, menjünk már! Hagyjál már! Mit lármázol itt? Keresed a bajt? Tessék! Csak hallani akartam a hangot. Várj, félreállok. Nem szoktam meg, hogy ilyeneket mondasz, még karambolozok. Úton vagy? Mhm. Persze. Szombat este van. Feria, visszahívhatlak később? Nem kell. Már úgy is fekszem. Jó éjszakát. Ide ne tolj többet a képed! Ereszel! Értetted? Mit műveltek? Balhézott, uram! Hiába kértük, nem ment el. Reggel óta itt lóg a környéken. Az apjával akar beszélni. Akkor sem verhetett csak úgy meg. Vissza az ajtóhoz. Értettük. Mit akarsz? Apám helyett, mondd nekem. Mert majd te megoldod, apuci-pici fia. A kocsidat keresed. Így hiányzik. Nézd, sajnálom, amit az előbb tettek. Megkapják a büntetést. De kezdem elveszíteni a türelmemet. Ha mondani valód van, hát tessék, mondd. Figyelek. Nem. Hiába akarok beszélni, már értem. Mondd meg apádnak, hogy nevelje meg a vérebeit. Fiam, magadat hozd helyre. Légy végre férfi. Csak ennyit kérek. Talán férfi vagy. Fiam, magadat hozd helyre. Fiam, légy végre férfi. Csak ennyit kérek. Légy férfi. Csak ennyit kérek. Elnyomott az álom. Már is reggel van. Ó, te jóságos ég. Oh, ez meg hogy lehet? Oh, fiam, merre vagy? Talán egy parkban aludtál, vagy mi? Ajjajjaj. Gyerünk, fiam. Vedd fel a telefont, kérlek. Mehmet, mit csinálsz itt? Menj el, anya. Íj, te megint itt áll, ha? Megint piáltál, mi? Nem ittam, anya. Íj, mi ez? Ezt meg ki csinálta? Ki bántott, Mehmet? Gyerünk, hadd lássalak el, könyörgök, kelj fel, na! Ki csinálta ezt, Mehmet? Ki? Áruld el! Csak nekem estek az utcán. Megtámadtak. Remélem megbánták. Aj, Mehmet, mondtam, hogy ne maradj ki sokáig. Kelj fel, hadd lássalak el. Beviszlek a kórházba. Kelj fel, Mehmet, kérlek. Gyere, Mehmet.
Kelj fel, kérlek! Anya, a diploma, azt tesz férfivá. Mi? Válaszolj nekem, anya. Tanulnom kell, hogy férfi legyek. Nagyon szeretlek téged, Mehmet. Ne keseredj így el. Vajon hová tettem? Nem ide. Aj, hol lehetnek? Ah, talán itt. Azt hiszem, ide sülyeztettem. Na, fiam, itt vagyok. Ó, Istenem. Anya! Na, gyerünk is, fiam. Várj csak. Anya, Mehmet. Mehmet, mi a baj? Megverték az utcán. Hát ez a vége, ha éjszaka kódorogsz odakint. Nyitsa ki ezt. Ezzel kent be szépen a sebet. Feria, felmegyek, adok apádnak gyógyszert. Halkan gyere majd, kérlek, jó? Megyek. Istenem. Mehmet, most kivel verekedtél? Elmentem ahhoz a klubhoz. Hova? Arra a híres helyre, hogy beszéljek azzal a Sarah Fulvar. De vele nem tudtam, csak a fiával. A fia tette ezt veled? Ő vert meg Mehmet, ő volt? Ne kiabálj már. Így is fáj a fejem. A biztonsági őrök voltak. Nem tetszettem nekik. Elzavartak. De beszéltél a fiával? Ő küldte rád az őröket? Nem. Ő segített. Elzavarta őket. Jaj, Mehmet. Miért mentél oda? Könyörögni. Mi másért? Hogy jelentsen fel és bűnhődjek, de cserébe ne kelljen törlesztenem. De nem kértem meg. Fordulj ide. El sem hiszem, gyönyörű. Hát ez a korály. Nagy lelkű. Mit kap érte? Ezt inkább meg sem hallottam, hogy ilyen utalásokat teszel. Rettentő vicces. Ha-hó. Halljátok magatokat? Korály és én? Hagyjuk ezt. Kedves ajándék. Jó sok meglepetésért. Láthattad Feriát is pincérnőként. Furcsa lehetett. Feria tényleg pincérkedik az apja szállodájában. Nem mondd, hogy pincérkedik. Segít az apjának. Én most megyek. Van egy kis dolgom. Később beszélünk. Mi baja van? Nem bírja a kudarcot. A szülinapi bulija unalmas volt. De az unalmas vacsora után elképesztő ajándékot kapott. Biztos, hogy több van köztük korájá, mint barátság. Meglátjuk. Ha Emir helyett Korály csapna le rá, vicces lenne. Már mindent neked kell csinálnod? Mit tegyek, ez most rám marad. Riza átveszi, ha jobban lesz. Remélem, hamar felépül. Reméljük, reméljük. Köszönöm. Jobbulást neki. Szörnyű, milyen veszélyes lett a világ.
Jól mondod, így van. És mi van, azokat a gazfickókat elkapták már? Dehogy, ezt meg honnan veszed? A rendőrség kikérdezte Rizát, és most várunk. Remélem, hogy nem ússzák meg Zera. Hozzunk valamit neked a piacról? Nem, köszönöm, én már reggel bevásároltam. Értem. Meglátogatnánk, ha jobban lesz. Yunus és Halil is aggódnak. Szólj, ha már elég jól érzi magát hozzá. Hogyne, persze, szólok. Amint jobban lesz, szólok. Igen. Akkor jó munkát. Majd utolérlek. Elárulom neked, csak a lányodat akarják ám látni. Siess a piacra, mert esni fog, menj! El ne állsz! Jól van, további jó munkát! Köszönöm, Gülfiden! Segítsek, apa! Mi lett az arcoddal? Elestem. Támaszkodj rám! Hagyjál! Nem haldoklom. Foci! Ennyi volt a munkakeresés. Miért járkálsz, Riza? Vízért jövök. Mehmet, segíts neki! Mennem kell, anya. Már egy pohár vizet se fogadsz el tőle, Riza? Ez azért még egyedül is megy. Ja, Istenem, Istenem. Úgy aggódik, érted? Te meg csak hagyod, és nem mondasz neki semmit. Nem az ellenséged. Békülj már ki vele, kérlek. Minek vagy ennyire haragtartó? Riza. Csináljunk valamit. Nincs kedvem hazamenni. Én a helyedben a lovamhoz mennék. A neve Villám. Elmehetnénk hozzá együtt. Emir, látnod kell, olyan gyönyörű. Azért korály még engem is jól átvert. Azt hittem apróságot ad. Még nekem mondod, teljesen ledöbbentem. Összefutottam egy baráttal. Látnod kellett volna. Teljesen lefagyott. Azt hitte, egy pár vagyunk korállyal. Na jó, nekem mennem kell. Nem csinálunk valamit? De én biztos fogok. Csak nem veletek. Sziasztok! Majd Feri a kedvéért. Ő is beáll pincérkedni. Romantikus. Hát, de én is megyek. De én még nem akarok. Akkor maradj nyugodtan. Mit csinálsz? Anya, nem tudsz kopogni? Istenem! Állandóan rám rontasz! Kezd elegem lenni! Na hát... Nem tudom, ki miatt vagy ilyen dühös, de talán inkább ne másokon töltsd ki. Reggel várlak az utca végén.
Apa, miért kelsz fel? Riza, hová indulsz? A kávézóba? Nem kávézni megyek. A tartozásunkat fizetem ki. Már amennyit tudok. Telik az idő. Meg kell mutatnom, hogy én bizony betartom a szavamat. Legalább valamennyit fizetek, hogy lássák a szándékot. Ha úgy várják a pénzt, add csak oda. Én most megyek. Hová mész? Segítünk apádnak, karolj bele! Le fogom késni a buszomat. Menj csak, lányom, siess az egyetemre. Siess! Te meg nyugodj meg! Már 4 napja egyfolytában alszom, ezért kelek fel, meg sétálok. És már nem is fáj. Jól vagyok. Nem fog elmúlni, csak mert azt mondod. Várj, Riza, várj! Ne kapkodj, még nem vagy jól. Benned van a varrat. Minek pattogsz? Legalább Mehmetet megvárhatnád ezzel az Istenért. Jól van. Olyan vagy, mint egy gyerek. Nem bírsz várni. Minden olyan sürgős. Minden rögtön, azonnal kell. Persze. Én Tülinasszonyhoz megyek, te pedig csinálj, amit akarsz. De csak lassan. Jól van. Csak óvatosan. Úgy, csak lassan. Vigyázz. Nem kell úgy rohanni. Vigyázz a lépcsőn is. Jó napot. Jó napot. Igen? A Bebeki fiókba ünnő Sarafolúnak szeretnék pénzt küldeni. Rendben. Az adatok. Tessék. Friss hírek! Ünál Sarafolút fiatal barátnőjével látták a moziban, miután azt mondta neki egy riporter, hogy igen kipihentnek tűnik, csak annyit mondott, hogy hosszú még az éjjel. Igazi példakép. Apád szorgalmasabb, mint te. Ja, Emir végzett az éjszakai élettel. És boldog is vagyok így. Tényleg, Günce hogy van? Még mindig nem beszéltek? Nem. Elég rosszul néz ki. Biztos depressziós. Beszélek vele. Az előbb rosszul volt. Majd szerzek neki szárnyakat. Szárnyakat? Mert egy angyal, szárnyak nélkül. Hande, én szívesen adok szarvakat. Az ördög is angyalán. Vagyis az volt. Korály. Günce? Günce, jól vagy? Günce? Merje, menj innen! Ne csináld ezt, mi a baj? Günce, mi történt? Günce, kérlek, gyere ki! Günce! Günce, mondd el, mi a baj? Mi a baj? Anya, ez az én testem, ne szólj bele! Mi az, hogy ne szóljak bele? Nem fülbevalóról van szó, Lára, hiszen tetoválást akarsz. Gyere! Jó munkát, Riza bácsi! Később megbeszéljük, oké? Jó munkát! De nincs mit megbeszélni, már eldöntöttem. Jókor küldtem szervizbe a kocsit.
Hol van már az a taxi? Lara, nem ismered saját magadat? És ha 3 nap alatt ráunsz, levetetnéd. Persze utána maradna egy folt, aztán takargatnád. Olyat választok, amit nem unok meg. Igen? És mégis mi lenne az? Tessék, Lara, várok, áruld el, mi az? Ő itt, Cuki. Mi? Cuki? Cukiról akarsz tetoválást magadra? Na, még ilyet. Ugyan már. Igen, a picikém mindig velem lesz. Gyere, elkésünk. Szállj be. A kiskutyájáról akar tetoválást. Na te jó ég, hogy mik vannak. Günce, próbálj kicsit megnyugodni. Günce. Terhes vagyok. Várandós. Mi lesz most? Ha anya megtudja, vagy bárki más, nekem annyi. Azt tudja meg, akinek elmondod. De ezt egyedül nem oldod meg. Ez mindig két emberes dolog. Én egyedül vagyok. Ne beszélj butaságokat. Ott a baba apja. Nem vagyunk együtt. De akkor is. Beszélned kell vele, akárki is az, nem hagyna magadra. Ferje, tényleg nem érted? Csak az ágyban találkozunk. Felfogtad? Ezt egyedül nem oldhatod meg. Muszáj lesz beszélned a baba apjával. Nem lehet. Miért ellenkezel ennyire? Ki a baba apja? Günce. Ki a baba apja? Segítened kell, Feria. Egyedül nem fog menni. Beszélnél vele te? De ne szólj senkinek. Ha kiderül, én belepusztulok. Rendben. Várj meg a kapu előtt. Mindjárt megyek. Egy pillanat. Tessék. Halló. Feria vagyok, de nem mondd ki a nevem. Rendben van. Beszélnünk kéne. Rendben. És hol? Ki tudsz jönni a kávézóhoz? A sulin belül nem jó. Ki kell jönnöd. Senki sem láthat minket. Akkor kijössz? Hogyne, de mikor? Most? Jól van, akkor ott fogunk várni rád. Rendben. Mi fogunk? Én és Günce. Jó, oké, értem. Akkor szia. Ki volt az? Senki, csak egy régi barátom. És nincs neve?
Az mindegy, nem ismered. Egy barát, akit nem ismerek? Az óvistársad volt? Nem mindegy. Mit faggatózol? Most el kell mennem. Nincs még egy órád? Elfelejtettem szólni. Anyához megyek. Hát én is lelépek most. Hová mész? Egy régi barátommal találkozom. Most hívott. Holnap beszélünk. Oké? Sziasztok! Szia! Hello! Szia! Szia! Lekoptattak. Akkor nélkülük boldogulunk. Jól van, na, jövök, jövök. Gyere csak be, Gülfiden. Lassan. Jaj, nagy baj van, Zera, szörnyű nagy baj. Gyere csak be. Nem érek rá, a kisfiam bárányhimlős. Gyorsan vissza is kell mennem. Jobbulást neki. Köszönöm. Zera, valamit kérni szeretnék. Ha? Múlt héten egy jó háznál kezdtem dolgozni. Gratulálok. Köszi. Holnap mennem kéne, de a kisfiamra fogok vigyázni. Ne hagyd egyedül, az nagyon veszélyes. Igazad van. Nem is. Itt maradok. De ez az asszony kegyetlen és nagyon szigorú. Ha egyszer nem megyek el takarítani, biztos, hogy végleg elküld. És én mit csináljak? Rajtad kívül senkiben nem bízom meg, Zera. Mindenki elhapolja a másik ügyfeleit. Holnap ráérsz. Most az egyszer. Nem helyettesítenél, hogy ne rúgjanak ki onnan? Hol van az a ház? Nincs messze. Ortakölyben, itt is a címe. Jól van, most az egyszer. Elmegyek én. Annyira hálás vagyok, Zera. Köszönöm szépen, hogy segítesz. Nincs mit. Olyan jó színű vagy. Jól van, Gülfiden. Megyek is, jó munkát. Jól van. Köszönöm szia. Szépen. És ne hagyd vakarozni, tudod, mert heges lesz. Rendben, még egyszer köszönöm. Szívesen, szia. Már. Terhes vagyok. További magyar hangok: Pekár Adrien, Herman Lilla, Timon Barnabás, Berkes Boglárka, Petridis Christos, Laudon Andrea. Magyar szöveg: Gál Noémi. Hangmérnök: Árvai Csaba. Gyártásvezető: Boskó Andrea. Szinkronrendező: Bartuc Attila. A szinkron a TV2 csoport megbízásából a Pannóniában készült 2018-ban. Produkciós vezető: Kovács Anita. Anlasana, yüreğinin en ucuna köşesine al beni, sakla beni orada çocuk yanım ile sarıp sarmala, kilidini sal uzaklara bulunmasın bir daha.